Ma felfedezzük a meglepően eredeti Pinky Tink nevet. Betty és a beligója el fogja mesélni nekünk, miért olyan nyughatatlan, és miért tetszenek nekik annyira a csillagok. Beli Becky, a legmenőbb gólyapocak falván. Ma el fogjuk mesélni az egyik Beli Baba nevének eredetét. Ki lehet ő? Ne essetek pánikba, van róla videónk, majd mindent megnézünk róla. De most csak beszélni fogunk az egyikükről. Ő? Pinky Tink! Ígérd meg, hogy míg rólad beszélünk, nagyon nyugodt leszel. Beli Teki, van rá esély arra, hogy nyugodt lesz? 50% az esély. Azt javaslom, beszélj egy másik Beli Babáról. Ó, nem lehet igaz. Alig várja, hogy az ő történetét meséljük el. Gyerünk, kezdjünk el erről a belirányról beszélni. Rendben, ahogy akarod. Pinky Tink a legnyughatatlanabb pocak falván. Ennek az egyszerű oka. Egy napon leesett a futószalagról és beütötte a fejét. Csillagokat látott, ahelyett, hogy siránkozott volna. Fájdalomtól elkezdett nevetni. Nagyon tetszettek neki a csillagok. Ezért volt az, hogy a baleset után elkezdett ugrálni örömében. Azóta is mindig ugrás, összetör folyton dolgokat. Milyen érdekes történet! Írjátok meg a véleményeteket! Már most? Pinky Tink! Hol vagy? Itt voltál mellettem! Most meg mit nevettek? A hajadon, mert az nagyon-nagyon furcsa és röhelyes. De hát mit csinálok én itt? Biztos Pinky Tink lehetett az! Hol van? Betty, segítség! Mi a helyzet, Beli Becky? Nagyon jól nézel ki. Mondj valamit az új külsődről. Erről Pinky Tinket! Segíts nekem megkeresni, mielőtt teljes felfordulást csinál. Jó, nézzük meg, hogy a többi Beli Babával van-e. Talán Beli Teki tud nekünk segíteni. Beli Teki, te tudod, hogy hol van Pinky Tink? Igen, 45 fokra nyugatra és 25 fokra keletre. Mi? A bal oldaladon. Ő nyughatatlan, hiperaktív. Ha? 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 Ő nem madár. Nem repülő. Ő Pinky Tink. Ő azt szeretné, hogy folytassuk a róla szóló történetet, de közben bármikor ugrálhasson. Na folytassuk Pinky Tink történetét. Gyerünk, Betty, te jössz. Természetesen, azt is muszáj tudnunk a kislány érdekes jelleméről, hogy szuper gyors. Azta! Láttátok ezt, fiúk és lányok? Pinky Tink narancsot hozott néhány pillanat alatt pocakfalva a másik végéről. Elképesztő. Ó, szédülök, Pinky Tink! Kérlek, állítsd ezt meg! Elég! Beli Teki, segíts! Térj vissza a normál üzemmódba. 3, 2, 1. Aludnod kellene egy kicsit, Pinky Tink? Ki kell fáradni ahhoz, hogy el tudjon aludni. Egyetlen megoldás, játszani vele. Játszani vele? Lehetetlen. Olyan gyorsan mozog, hogy elszédülök. Amit legjobban szeret, a híres zsákversenyek, ahol ő a takaróját használja a zsák helyett. Betty? Igen? Pinky Tink megint elment. Igazán? Mellesleg, én egy kicsit elámosodtam. Ó, ez meglepő. Hát most már én is kezdek nagyon elámosodni. Rendben, Pinky Tink, a tató lövedéket adott be neked. 10 másodperc alatt el fogsz aludni. Tehát, fiúk, lányok, ha tudni szeretnétek a többi Bellis Baba nevének történetét, iratkozzatok fel csatornánkra. Nyomjál egy lájkot, ha szereted a gólyákat.